Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen minket az örök életre. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, de nem önként, hanem Isten akaratából, abban a reményben, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy addig az egész természet sóvárogva vágyakozik. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek zsengéit bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Mert megváltásunk még csak reménybeli, de a remény, amelyet már teljesedni látunk, nem is remény többé. Hiszen amit már lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha tehát reméljük, amit még nem látunk, várjuk álhatatosan. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk. Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk. Midőn az Úr hazahívta Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint akik álmodnak. Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és a nyelvünk újongással.
hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért szívből újjongunk. Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, amint megárasztod délen a folyókat, akik könnyek között vetnek, majd újonva aratnak. Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, de újjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket. Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk. Halleluja! Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez Isten országáról. Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az ember fogja és elveti kertjében, ott felnő és nagy fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között. Majd így folytatta. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és elvegyít 3 vékalisztben. Az egész megkel tőle. Ezek az evangélium igéi. Áldunk véget, tanítás. Két képet használ Jézus Isten országáról, a mustármaghoz hasonlítja, és a kovászhoz hasonlítja. Mind a kettő akkor fejti ki hatását, hogyha átalakul. Hogyha a mustármag marad, akkor soha nem fog hatalmas fává terebélyesedni. De ha a mustármagot elvetik a földbe, és meghal önmagának, átalakul, hatalmas fává terebélyesedik. A kovásznak is át kell alakulnia ahhoz, hogy tészta legyen. Meg kell szűnnie kovásznak lenni, és át kell alakulnia, hogy meg kell esze az egész tésztát. Isten országának a kulcs fogalma az átalakulás. Amikor befogadjuk ezt a titkot, ezt az ajándékot az életünkbe, akkor kettő irányba is formál, átalakít bennünket. A kovász befele fejti ki hatását, a mustármag pedig kifele növekszik. Mind a kettő változást meghozza az életünkben Isten országa, hogyha befogadjuk a szívünkbe, és együttműködünk a Szentlélekkel. Mint a kovász átjárja a tésztát, Isten országának az örömhíre átjárja a szívünket,
a vágyainkat, a gondolatainkat, érzésvilágunkat, kapcsolatainkat, és ahogyan a mustármag meghal önmagának, és elkezd növekedni, kifejti a hatását, és nagy fává terebélyesedik. Mind a kettőnek van a külvilágra, a társadalomra és az egyházra is hatása. Ha változást szeretnénk az egyházban, akkor magunkon kell kezdeni. Akkor nekünk kell először átváltozni, átalakulni Isten országának a jó hírével. Ha azt szeretnénk, hogy változzon a társadalom, akkor megint magunkon kell kezdeni, a saját életünkön, hogy szárba szökkenjen benne Isten országa és annak örömhíre. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nemének dicséretére és dicsőségére, mindannyian és az egészen a Szent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, fogadj szívesen áldozati adományainkat, amelyeket fölségednek felajánlunk, hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljék, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltott küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elveszítettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethesd bennünk, amit fiatban kedveltél. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged,
és újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért bizalommal így imádkozunk, mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a szeretet és béke jelével. Legyen békesség köztünk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Vigyenek el szent hegyedre a te
Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, működjön hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Minden hónap első keddjén tartunk gitáros szentmisét itt a körkápolnában dicsőítéssel, mivel egy hét múlva november első keddjén másodika lesz, halottak napja, ezért nem lesz dicsőítés és gitáros mise, viszont másnap, harmadikán, szerdán, este 6 órakor gitáros és dicsőítéssel egybekötött szentmise lesz, ami egyben a Jubiláte Imádságháza hálaadó miséje is. Egy évvel ezelőtt kezdtük a püspökségen az imádságházát. Szeretettel várunk mindenkit erre a november 3-i hálaadó szentmisére 6 órakor. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Legyen áldott az Úr neve! Most és mindörökké! Az Úr a mi segítségünk! Aki az eged és a földet alkotta! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Amen! A szentmise véget ért, menjetek békével! Istennek legyen hála! Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon sok szeretettel köszöntöm a televízió csatorna nézőit. Ma Szent Márk könyvéből olvassuk az evangéliumot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt, ez az első. Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez. Szeress a barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte, nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ma ismét, mint minden vasárnap, arra hívlak meg benneteket, hogy járjunk be egy szellemi és lelki utat, hogy megértsük ennek az evangéliumnak a gazdag üzenetét. A kiindulási pont az a megdöbbentő tény, amivel Szent Márk összegzi és Jézus szájába adja a reflexiót, az értékítéletet, a konklúziót, amikor is Jézus megdicséri az írástudót. Nem jársz messze Isten országától. Ez az első és egyetlen eset a Szentírásban, amikor Jézus dicsérettel illeti az írástudókat. És hogy ez miért így volt, ennek érdemes egy kicsit utána járni. Az írástudók hasonlóan a farizeusokhoz tulajdonképpen egy pártot alkotnak, egy vallási csoportosulást alkottak. Hihetetlen nagy szerepük volt Izrael népének történetében. Mégpedig azért, mert
óvatosan őrködtek a törvény betű szerinti megtartásán. Az ő kezükben volt, az ő letéteményük volt, az ő karizmájuk volt a hit tisztaságának az őrzése. És ezt tegyük szívünkre a kezünket akkor, amikor Izrael népét környező országok, környező népek vallásilag egészen különböző identitású, mentalitású impulzusokkal vették körül, amikor nagyon nagy volt a szinkretizmus veszélye, amikor nagyon nagy volt a vallási ideológiák keveredésének a veszélye, akkor ez egy hihetetlen előremutató és nagyon fontos szál volt Izrael népének történetében. Neki köszönhető tulajdonképpen, hogy Izrael megmaradt Izraelnek, neki köszönhető a hittisztasága, neki köszönhető az is, hogy a nép identitása megmaradt annak, ami. Más kérdés, hogy ez Jézus korára már túlharadottá vált, Jézus korában már a szabályok betű szerinti követése és annak túlhangsúlyozása már tulajdonképpen kontradikció, ellenmondás volt. Mégis előremutató volt a farizeus hagyományból, farizeus hagyományban az, hogy ők igyekeztek is ezeket a parancsokat szám szerint 613-at megtartani. Ennyi előírás tartalmaz ugyanis Mózes 5 könyve. Hogy kell ezeket a parancsokat fejbe tartani, hogy lehet őket szem előtt tartani, hogy nem lehet, hogy nem kell ebben a szabály dzsungelben eltévedni, erre mindenféle iskolák különböző praktikákat, különböző teóriákat eszeltek ki. Hierarchikus sorba állították a különböző parancsokat, alá, fölé, mellé rendelt kis és nagy parancsokat különböztettek meg, hogy valamiféle logikai sor segítse az igaz hitű izraelieket, a buzgó izraelieket megtartani és nem véteni a törvény előírásai ellen. Amit ez a törvénytudó kérdez, az messze menően aktuális kérdés volt Izrael népének körében Jézus korában. Melyik az első a parancsok közül? A 613 előírásból melyik a legfőbb, melyik a legfontosabb? Melyik az, amelyik mindent maga alá rendez? Melyik az a rendező elv, amihez, ha igazodunk, akkor könnyebben megjegyezzük az összes többit, vagy, uram bocsáj, mindegyiket be is tartjuk? Mi a fő parancs a hierarchiák sorrendjében? És Jézus megadja a választ, idézi a Smá Izraelt, a legtöbbet idézett zsidó imát, a legtöbbet idézett zsidó parancsolatot, amelyikben tulajdonképpen Isten nagy tetteire emlékszik Izrael, arra, hogy kiszabadította őket az egyiptomi fogságból, száraz lábbal átvezette őket a Vöröstengeren, és ígéretét megvalósítva nekik adta Izrael földjét. Halld Izrael, az Isten a mi Istenünk, az Úr, az egyetlen, aki a leghatalmasabb és a legerősebb. Őt szolgáld identitásoddal, horizontálisan, vertikálisan, egyéniséged és személyiséged minden dimenziójával. De itt nem áll meg Jézus, hanem mellé kapcsolja rögtön az embertársi szeretetet, és ebben áll az ő forradalmi újdonsága. Hiszen akkor nem erről szólt, hogy tisztelte volna ember az embert. A rabszolgát nem tekintették embernek, személynek, csak egy képes gépnek, egy járásra, munkavégzésre, élelmiszerek fogyasztására alkalmas szerkezetnek. És könyörtelenül lekaszabolta egyik ország katonasága a másikét, ha azt elfoglalták. A személy, mint személy tisztelete még nagyon sokat váratott magára, hogy az emberiség kultúrtörténetileg és filozófiailag, antropológiailag és ideológiailag felnőjön erre a szintre. Jézus volt az első a világtörténelemben, aki a felebarát, az embertárs, a személy szeretetét és tiszteletét helyezte a középpontban. És azt mondja, ugyanúgy kell a szemét, az embertársat tisztelni, szeretni, mint Istent,
illetve Istent úgy, mint a fele barátot. Mert hogy a kettő logikailag összekapcsolódik. Nem csak azért, mert az Úristen a saját képmására teremtette az embert. Nem csak azért, mert mi az Úristen arconásai vagyunk, hanem azért is, mert a láthatatlan Isten dicsérete, dicsősége, a láthatatlan Istennel való kapcsolat a látható emberi és személyi kapcsolatokban mutatkozik meg. Istent nem látta soha senki, mondja János apostol. Hogy lehet tehát egy láthatatlan személlyel szembeni szeretetedet kinyilvánítani, ha csak nem úgy, hogy a látható személyeket szereted? Hogy lehet egy láthatatlan szemét, aki Isten, szeretetet tárgyává tenni, ha csak nem úgy, hogy egyúttal szereted azokat is, akiket magad mellett tudhatsz, akikkel együtt kelsz, együtt fekszel, akikkel közös munkahelyre buszozol reggel, vagy akik kiszállnak, vagy nem szállnak ki a parkolóba, hogy segítsék a parkolásodat. Hogy lehet az Istent, a láthatatlant úgy szeretni, hogy közben az embertársunkat ne szeretnénk? Jézus összekapcsolja ezt a két parancsot, és ezt érti meg az írástudó. Valóban jól mondtad, Mester, hogy Jahve az egyetlen Úr, az Isten, akit minden erőből, elménkből és szívünkből szeretni kell, az embertársat pedig úgy szeretni, mint önmagunkat. És hozzáfűzi még az írástudó, ez többet ér minden égő vagy véres áltozatnál. Tegyük szívünkre a kezünket, ez az apró megjegyzéssel az írástudó elismeri, és Jézus jóvá hagyja, hogy a szeretet áldozat. Ha többet ér minden égő és véres áldozatnál az embertársat szeretni, akkor ezzel benfoglaltan és közvetetten úgy az írástudó, mint Jézus, azt is elismeri, hogy a szeretet bizony áldozattal jár. És ennek a mintáját maga Jézus mutatta meg a kereszten. Azért imádkozunk ebben a vasárnapban, hogy Jézus kegyelme mindenkor készségessé tegyen bennünket a szeretet áldozatra, amelyet ő mutatott be a kereszten. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő és tisztelendő atyák, kedves hívek! A következő percekben a kaposvári Szent Margit templom történetéről lesz szó. Mielőtt azonban ehhez hozzákezdenénk, érdemes felidézni Prohászka Ottokár püspök gondolatait, amit ő a templomról fogalmazott meg a következő szavakkal. Kell, hogy a hívő ember a templomokban benyomásokat vegyen. Kell, hogy a művészet, a szépség, a forma hasson a lelkére. Vegye észre a padokon, a szószéken, hogy itt minden egyes fába, kőbe szent eszme van vésve. Az előkelőség, a szépség hat a hívő ember lelkére, és a templommal kapcsolatban ez kialakítja a hívő emberben a tiszteletet és a szeretetet. És ez a tisztelet, ez a szeretet már előszobálja annak a tiszteletnek és szeretetnek, ami az embert Isten felé vezeti. A Szent Margit templom egy fogadalmi templom,
fogadalmi templom pedig szerte a világon és Magyarországon is nagyon sok épült már. Egy-egy természeti katasztrófának a vélt közelsége, vagy a természeti katasztrófa elkerülése, vagy egy természeti katasztrófa utáni újjáépítés sikere gyakran arra indítja a hívő embereket, hogy hálából fogadalmat tegyenek és templomot építsenek. Fogadalmi templom a kaposvári Szent Margit templom is. Ennek a Szent Margit templomnak ebben az évben, 2021-ben 3 kerek jubileuma is van. Egy 75 éves jubileum, mert 75 évvel ezelőtt volt az első templomépítési bizottsági ülés, egy 50 éves jubileum, mert 50 évvel ezelőtt áldotta meg a templomot dr. Íjas József kalocsai érsek, és egy 35 éves évforduló, mert 35 évvel ezelőtt jelentette be dr. Szendi József veszprémi megyés püspök atya, hogy megalakul Kaposváron a 4. plébánia, a Szent Margit, Szent József plébánia. Mint említettem, fogadalmi templom, a Szent Margit templom. 1944-ben dr. Kis György prépost plébánosnak és papjainak vezetésével a hívek fogadalmat tettek, hogyha a háborús pusztítás elkerüli Kaposvárt, akkor a hívek fogadalmi templomot építenek Szent Margit, Árpádházi Szent Margit tiszteletére, mert a hívek Árpádházi Szent Margit közbeni járását kérték, hogy Kaposvár megmeneküljön a háborús pusztítástól. A háború elmúlt, és Kaposváron valóban viszonylag kevés háborús kár keletkezett. Egy nagyobb bombatámadás érte a várost, de a város szorgalmas, derék lakossága és a város anyagi javai nagy részt megmenekültek a pusztítástól. Szigetvári György a könyvében írja azt, hogy ez annak is köszönhető, hogy bár viszonylag sokáig, 120 napig állt a front a Balaton és a Dráva között, Kaposvártól 30 kilométerre is nagyon jelentős harcok voltak, a város mégis nagy részt megmenekült. Ez köszönhető annak is, Szigetvári György könyvében olvashatjuk ezt, hogy a Balaton térségében és a Balatontól délre a magyar légvédelem és a magyar vadászrepülők aránylag hosszú ideig hatékony elhárítást tudtak biztosítani. 1946-ban a kaposvári papság vezetésével a hívek hozzáfogtak fogadalmuk beváltásához. 1946. augusztus 25-én volt a templomépítési bizottság első összejövetele Kemény Lajos házában, Füredi utca 65 szám alatt. Jöttek össze a templom építés atyái, hívei, a templomépítés barátai és szorgalmazói. Ez az összejövetel volt 75 esztendővel ezelőtt. Ezen az első bizottsági ülésen részt vett dr. Kis György prépost plébános, Longauer Imre hittanáratja, dr. Szili Gyula ügyvéd, Vitéz Dénes Ferenc kereskedő, és még sokan mások, körülbelül 40-en jöttek össze. Ez volt az első olyan alkalom,
amit a templom építés kezdetének, legkorábbi időpontjának tekinthetünk. Már a következő összejövetelen, ami a nagyboldogasszony plébánia tanácstermében volt, jelentős felajánlások hangzottak el kömüvesektől, ácsoktól, fuvarosoktól. És megindult a tervező munka, és a tervező munka nyomán pedig elkezdődött az építkezés. A templom terveit Lamping Otto építészmérnök készítette, aki 1917-ben született, és 1985-ben hunyt el. Sírja itt Kaposváron, a keleti temetőben van. Longauer Imre volt a templomot építető atya, aki Lamping Ottót felkérte a tervek elkészítésére. Lamping Otto három tervet készített, és a három közül a választás a Bauhaus formát tükröző megoldásra, a modern vonalú templomra esett. A tervek szerint egy 1200 főt befogadó templomnak készült a Szent Margit templom itt Kaposváron. Megkezdődött az építkezés, nagyon sok felajánlás hangzott el a hívek részéről, és városi, állami támogatás is érkezett, az állami támogatás kevésbé. 1947-ben a templom építési bizottság az építési minisztériumhoz fordult egy kérelemmel, hogy járuljon hozzá a minisztérium a templom építéséhez. A kérelmet elutasították, a miniszter megbízásából egy beosztott minisztériumi tisztviselő válaszolta meg az elutasító levelet a kaposvári polgármesternek, kérve azt, hogy a polgármester továbbítsa az elutasító levelet az egyháznak. Érdekessége ennek az állami elutasító levélnek az, hogy tele volt helyesírási hibával. A helyesírási hibák nélkül természetesen a levelet közöltük abban a kötetben, ami a Szent Margit templom történetéről szól, és amit dr. Giber Vilmos kollégámmal együtt készítettünk. ...1947-ben történt az alapkő letétele a Szent Margit templomban is, és a Donneri Szent Kereszt templomban is. A Szent Margit templom itt abban a város részben épült fel, amiről ma már kevesen tudják, vagy csak a legidősebbek, hogy ezt a környéket Szedresnek nevezték, a Petőfi utca és a Füredi utca találkozásánál. A városnak ebben az északi részében egyébként sem volt templom, és az itt lakó hívek, a Petőfi utcaiak, az Arany utcaiak, a Füredi utcaiak aránylag hosszú távolságot kellett, hogy megtegyenek, hogy a belvárosi nagy templomba eljussanak. Ezt kisgyermekként én is átéltem, amikor a testvéröcsémmel, a szüleinkkel és a nagyszüleinkkel a Petőfi utcából tényleg sokat kellett gyalogolni, hogy a Kossuth térre, a Nagyboldogasszony templomba, amit egyszerűen csak nagy templomnak
neveztünk, eljussunk a vasárnapi szentmisékre. Bánás László püspök, veszprémi püspök volt, aki megáldotta a templomnak, ennek a templomnak is, és a donneri templomnak is az alapkövét. Ezekben az első időkben, az építés első szakaszában Kaposvárra érkezett Szent Margit erekjéje, és ennek az erekjének a közelsége és a bemutatása Kaposvár hívei számára lendületet adott a templom építésének. Az első bizottsági üléseken azt fogalmazták meg az ott lévő hívek és építészek, szakemberek, hogy körülbelül 2 év szükséges a templom felépítéséhez. Hát ennek a 2 évnek több mint 10-szeresére volt szükség, mert 1946-tól a templom megáldásáig, 1971-ig negyedszázad, 25 esztendő telt el. 1971-re vált olyan készültségé a templom építése, hogy a megáldást már el lehetett végezni. Ez 1971. szeptember 5-én volt, dr. Íjas József kalocsai érsek végezte a templom megáldását. A harmadik évforduló pedig ahhoz kapcsolódik, hogy a Béke utca másik végén a Szent József templom is felépült. 1986. december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén dr. Szent József atya bejelentette, hogy Kaposváron a 4. plébánia is megalakul, a Szent Margit Szent József plébánia, amelyik a tényleges működését 1987. január 1-én kezdte meg. Itt a Szent Margit Szent József plébánián 1987. január 1-től vezetik az anyakönyveket, a korábbi anyakönyvek a Nagyboldogasszony plébánia templomban találhatók. Talán érdemes külön is megemlékeznünk Longauer Imre atyáról, aki a templom építetője volt, és aki a templom építés összes gondját, problémáját a vállaira vette, és nagyon eredményesen meg is oldotta. Longauer Imre atya 1905-ben született Zólyom vármegyében, Garam Olaszkán, ma Szlovákia területén van ez a helység, 1928-ban szentelték pappá. Őt méltán nevezhetjük templom építő atyának, mert több mint 10 templomot építetett. Nem csak a Szent Margit templomot és a donnervárosi Szent Kereszt templomot, hanem ő építette Csurgón a Jézus szíve templomot, ami stílusában nagyon hasonlít a kaposvári Szent Margit templomra, erre a templomra, és ő építette Nagykanizsán is a Jézus szíve templomot, összesen tehát vagy egy tucatnyi templom építése fűződik a nevéhez. Longauer
atyát 1955-ben elhelyezték Kaposvárról, Kisgörbőre került plébános helyettesnek, majd utána a papi szolgálatát Ajkán folytatta, és Ajkán lett a bányászok papja. Longauer Imre atyáról, a Szent Margit templom építtetőjéről gyermekkori emlékeim is vannak. A karácsonyi éjféli misére mindig a testvéröcsémmel, a szüleinkkel és a nagyszüleinkkel együtt mentünk, amíg nem volt a Szent Margit templom, addig a Nagyboldogasszony templomba, a nagy templomba, a Kossuth térre. Ott volt hittanár Longauer Imre atya, és emlékszem azokra az éjféli misékre, ahol az ő gyönyörű hegedű muzsikáját hallhattuk. De nem úgy játszott a hegedűjén, hogy az oltár elé állt volna, hanem úgy, hogy a templomhajóban a hívek között közlekedett, és közben hegedűn játszotta a gyönyörű karácsonyi dalokat. Ilyenkor Longauer atyát 3-4 minisztráns gyerek kísérte, akik egy nagy zsákot cipeltek, a zsákban pedig szentelt szaloncukrok voltak, és a hívek között minden kisgyerek kapott egy szentelt szaloncukrot. A testvéröcsémmel együtt boldogan vittük haza a két szentelt szaloncukrot, és helyeztük el a karácsonyfa főhelyén. És amikor már lefogyott az összes szaloncukor a karácsonyfáról, mert mi gyerekek szívesen fogyasztottuk a szaloncukrot, ez a két szentelt szaloncukor még mindig ott volt a fán, ezt a két szentelt szaloncukrot ettük meg legutoljára. Ez maradt meg legtovább karácsonyi emlékként. Kaposváron egyébként ő volt a háborús években, de főleg a háború előtt, a Zárda utca 6 szám alatt a diák és tanonc internátusnak a vezetője is. A Szent Margit templom itt Kaposváron, ahol most ez a felvétel is készül, Kaposvárnak nem csak egy hitéleti központja, hanem egy kulturális központja is. Az első plébános, a Szent József templom építtető plébános, a Rózsás László atya volt itt a Szent Margit Szent József plébánián. Ő utána Nagy Vendel atya következett, és most pedig 2003-tól dr. Rumszauer Miklós atya a plébános. A templomban zeneművészeti estek vannak, képzőművészeti kiállítások itt a kiállítóterembe, és 5 évvel ezelőtt elkezdtünk egy előadássorozatot is, aminek a címe Hit, Kultúra, Tudomány. Most már a 20. előadásnál tartunk. Hitnek, kultúrának, tudománynak az összefüggéseiről van szó ezeken az előadásokon. Erre gondolva a zeneművészeti estekre, a képzőművészeti kiállításra, erre az előadás sorozatra lehet mondani, hogy ma a Szent Margit templom Kaposvárnak nem csak hitéleti központja, hanem egy kulturális művelődési központja is. Szeretettel várjuk a kedves híveket ide a kaposvári Szent Margit templomban, szentmisékre is, és a kulturális rendezvényekre is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!